Őssejt. Az elmúlt évtizedben évente körülbelül 500 000 véradás történt Magyarországon. Ez az egyébként is jelentős szám különösen akkor tűnik csillagászatinak, ha egyéb szervek transzplantációjával vetjük össze. A különbség részben abból adódik, hogy a vér egyike azon szöveteinknek, amelyek egyébként is folyamatos megújulásra képesek. Így az elveszített mennyiség hamar újra termelődik a donorokban. A megújulásra képes szöveteink, például a vér, a bélhám vagy a bőr közös jellemzője, hogy utánpótlásukat egy speciális sejtípus, az adott szövetre jellemző őssejt tudja biztosítani. Az őssejtek két alapvető tulajdonsággal rendelkeznek. Képesek osztódni és egyúttal pótolni is magukat azáltal, hogy az egyik utódsejt továbbra is megmarad őssejtnek, illetve képesek az adott szövet bármilyen sejtípusává differenciálódni. A vérképző vagy hematopoietikus őssejtek például a vérre jellemző valamennyi sejtípus létre tudják hozni. Az egyes őssejtek csak bizonyos környezetben érzik otthon magukat, így a vérképző őssejtek például a csontvelőnkben. Itt megkapják azokat a molekuláris jeleket, amelyek segítik a fennmaradásukat és az utódsejtek szabályozott differenciációját is. Ha a környezet nem megfelelő, akkor az őssejtek nem lesznek kellő számban jelen, ami például vérszegénységhez vezethet.